kétségtelen, hogy nem leszek barátságos. Már csak azért sem, mert a G7 gazdasági portál számolta ki a hivatalos KSH adatok alapján, hogy szinte nincs olyan alapélelmiszer ma Magyarországon, ami az elmúlt 2 évben ne drágult volna a duplájára, még egyszer mondom, a duplájára, mindössze 2 év leforgása alatt. Ez az orbáni infláció műve. Önök 2 év alatt megduplázták a trapista sajt, a zsír, a vaj, vagy éppen a spagetti árát, még például a félbarna kenyér 2,5-szer annyiba kerül, mint 2 éve. És persze hosszan lehetne még folytatni a sort, ma Magyarországon mindenki csípőből tud legalább 6-8 olyan élelmiszert mondani, amit rendszeresen fogyaszt, és önök megduplázták az árát. Ki kell mondani? Az önök kormányzati teljesítménye az orbáni infláció, magyarán önök az áremelések kormánya.